Onfi az Egyesület elnöke beszámolójában problémaként említette a taglétszám folyamatos csökkenését, hiszen 2007 és 2013 között az Egyesület létszáma 346 fővel lett kevesebb, ami több mint 3 millió forint bevételkiesést jelent. Honfi László emlékeztetett arra, hogy a tavalyi esztendőben a Szerencsi Horgász Egyesület a korábbi évhez hasonlóan másfél millió forint támogatást fizetett a Bolsodabói Zemplé megyei horgászszövetségnek a Monoki víztározón való horgászatért azonban ez a kiadás már veszélyeztette a működő képességet, ezért 2013. december 27-én kibővített vezetőség értekezleten döntöttek arról, hogy az Egyesület jelenlegi gazdasági helyzete a jövőben már nem engedi meg, hogy támogassák a monoki a horgászatot. Ezért a szerencsi területi engedély 2014. január 1-től már nem érvényes a tóra. Honfi Lásztó a tavalyi év tevékenységéről szólva ismertette, hogy háromszor végeztek haltelepítést, melynek során 13 más a került a szerencsi homokostóba. Honfi Lásztó arról is szólt, hogy idősebb Osvai Györgyel a mezőgazdasági ZRT egykori elnök vezérigazgatójával kora tavasszal tárgyalt a homokostóval kapcsolatos használatról, hiszen lejár a szerződés. Akkor az elnök vezérigazgató három lehetőséget vázolt, azonban a halála miatt már nem tudták befejezni az egyeztetést, amit a társaság új vezetőjével az idén folytatni kívánnak. Az Egyesület elnöke beszámolt arról is, hogy az idei Spisák-Lajos horgászverseny szervezésére és a jutalmak beszerzésére a tavalyi évhez hasonlóan egy külföldi mecénás 100 ezer forint támogatás biztosít. Sashalmi József gazdasági vezető a 2013-as esztendő bevételeit és kiadásait ismertette a résztvevőkkel, tételesen szólt a pénz felhasználásáról. A gazdaságvezető hangsúlyozta, hogy 2013-ban halasításra 960 ezer forintot fordítottak, melyel szerették volna megtartani a meglévő taglétszámot. Béres Bálint a felügyelőbizottság elnöke megerősítette, hogy az Egyesület gazdálkodása szabályszerű volt. Konz Ferenc Szerencs polgármestere tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy Szerencsváros önkormányzata az idei költségvetésben 10 millió forintot különített el az egykori cukornyári tavak egyesítésére. Majd ezt követően továbbra is a tervek között szerepel horgásztó kialakítása, mely munka azonban évekig is eltarthat. A beszámolók után a civil szervezet tagjai javaslatokat és fogalmaztak meg. Az egyik felszólaló azt javasolta, hogy a cukorgyári hűtőtavakat úgy alakítsák át horgásztóvá, hogy annak a környezete is megfeleljen majd a kor követelményeinek.